termálvizet keresnek Kulán, hiszen a községnek hatalmas geotermális lehetőségei vannak. Néhány napja az önkormányzat együttműködési szerződést írt alá egy francia vállalattal, ami szerint nem csak a melegvíz felkutatására szerződnek, hanem annak felhasználási lehetőségeit is megkeresik. Vendégem a témában Valka Károly, a város alpolgármestere. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Milyen víz van Kula alatt? Hát annyit tudunk, hogy meleg, de ezen kívül milyen tulajdonságai vannak? Hát lényegében ennek a víznek a föltárása már, még úgy mondjam, abban a szocialista társadalomban is próbálkoztak az emberek, sőt az akkori szövetgyárnak a gyapjú mosását ezzel a meleg vízzel, van 70 fokos vízzel használták, mosták, és akkor ez, ahogy megtörténtek a változások, ez a dolog megállt, és most egy francia cég, aki érdekelt abban, hogy fölkutassa a lehetőségeket, és az mellett próbáljuk ezt utána kihasználni. Itt elsősorban az a cél, hogy az iparban, vagy a közszférában történjen. Tehát itt arra gondolunk elsősorban, hogy a fűtést megoldani a lakásokban, de az mellett az ipari negyed, amely Kula és Verbász között van, nagyon jó helyen van, és itt fog menni az új út is. Úgyhogy itt ennek a felhasználására is nagyon jó volna. Tehát most ezek az első lépések, megbeszéltük, hogy kivizsgáljuk, és utána meglátjuk, hogy mik lesznek azok a lehetőségek, amik úgy a polgárok számára, mint a gazdaság számára, és magában Kula fejlődésének fontosak. Mekkora pénzbe kerül ez önöknek? Hát ez a kivizsgálás, ez nem kerül pénzbe az önkormányzatnak. Utána majd, hogyha beruházásról lesz szó, akkor majd tárgyalunk, de ez a francia cég abban is érdekelt, hogy a beruházást is finanszírozza, és akkor valószínűleg, hogy ilyen későbbi lefizetéssel, vagy a jobb lehetőségekkel visszafordítják az eszközöket. De ez még a jövő zenéje. Először szeretnék meglátni, hogy mivel rendelkezünk pontosan, és akkor utána folytatjuk. Mikor kezdődik ez a feltárási munka? Hát magában a szerződést a napokban aláírtuk, én bízom benne, hogy hamarosan el fog kezdődni a kivizsgálás, hát ez egy nem lesz rövid folyamat, és akkor utána majd lépésről lépésre haladunk. Említette ön is, hát Vajdaság egy hatalmas befektetése van kivitelezési fázisban. A Vajdaság mosolya elnevezésű gyorsforgalmi út, ami keletet nyugattal, nyugatot kelettel összeköti. A község szempontjából ez milyen előnyökkel jár majd? Hát a község szempontjából nagyon fontos. Azt kell tudni, hogy Kula községben és Verbász községben is működik még a cukorgyárak. Tehát a Cservenkai is, és a Verbász is, és azt el kell mondani, hogy szezonban Kula központján keresztül 4-500 nyerges fontató is végigmegy, ami azt jelenti, hogy borzasztó forgalom van, és így a forgalom mellett az is, hogy a polgároknak a nyugalmát is ebben hát ráhat a nyugalmukra. Tehát ezt, ha ez meg lesz az út, akkor azt érjük el, hogy Kulának nem lesz a központjában akkora forgalom, de az mellett magában az utaknak a javítása is sokba kerül, mert hát el kell mondani azt is, hogy általában túl vannak terhelve ezek a nyerges vontatók, és akkor ilyen esetekben probléma az utak is, de azt gondolom, hogy ha ez így megoldódik abban az esetben, ez nagyon sokat segít Kula a községnek, mivel az egész községen, tehát Szivactól, Cservenkán, Kulán, Verebászig történik, és az mellett természetesen magában a betakarítás is a földekről is így sokkal könnyebb lesz. Tehát tehermentesítik a város, de ezen kívül önök terveznek valamit, amivel
ez az útnak a meglétét kihasználnák, tehát ráépíteni egy kicsikét erre a gyorsforgalmi útra? Hát azt kell tudni, hogy a gyorsforgalmi útnak a lejárata ott fog lenni, ahol most van a Kullai ipari negyed, egy új negyed, ahol néhány cég már dolgozik, meg magában a területek el vannak már adva, hát a beruházások hamarosan el fognak kezdeni, és ez magában ott lesz, hogyha jó az infrastruktúra, közel van a fölkapcsolódás, abban az esetben a beruházók is könnyebben jönnek. Tehát ez magában azt is jelenti, hogy ha fölkapcsolódnak erre az új útra, abban az esetben közel lesz mindjárt az autóút is, tehát bent lesz a szerbiai vagy európai vérkeringésben. Térjünk egy kicsikét át a községben vagy a városban levő dolgokra. Újítják a múzeumot és a könyvtárat is. Milyen munkálatokat hajtanak most végre? Hát a legnagyobb beruházás most magában Kullán a könyvtárnak és a múzeumnak a felújítása. Ez valamikor vármegye ház volt. Akkor az elmúlt 30 évben a rendőrség használta az épületet. Tavaly a rendőrségnek vásároltunk egy ingatlant, amit átadtunk a belügyminisztériumnak, és felújított rendőrségeben dolgoznak most a kullai belügyesek, és ennek az épületnek, ez egy régi épület, amit fel szeretnénk újítani, hogy olyan legyen, mint valamikor volt, és az mellett, hogy Kullának nem volt eddig múzeumja, most kialakítunk egy múzeumot, egy 8-10 éve elégett a könyvtárunkat, tehát a könyvtárnak a helyét is itt tudnánk biztosítani, és magában az udvarban szeretnénk egy ilyen nyári színpadot is, tehát az egész épület valami módon a művelődésnek vagy a művészetnek az otthona lenne. Ez egy beruházás, ami több mint 250 millió dinárba fog kerülni. Tartományi pénzekből bízunk benne, hogy meg tudjuk oldani. Elkezdődött a felújítás, és hát bízunk benne, ha az idén nem, de jövőre már tudnánk majd használni. De már lassan készülnek a kollégák a múzeum kialakításával, meg a hozzá fontos dolgokkal. Ez Kulla szívében van, a központjában van, a községháza, a mostani községháza mellett, tehát egy olyan helyen lesz, ami magában is Kullát magában felújítja. Egy reprezentatív hely, hát még beszéljünk a helyi magyarokról akkor. Hát hogyan élnek önök ott, mekkora a közösség, és készülnek nemzeti ünnepünkre március 15-re? Ahogyne, a kullai magyarság az általában, azt úgy szoktuk mondani, hogy a második otthonunk a kullai népkör, amelyik a legöregebb kultúregyesület, 155 éves, és az mellett, hogy Kullán körülbelül 2200-300 magyar ember él, ami azt jelenti, hogy a magában Kullának körülbelül olyan 12-3%-át jelenti, a községben sokkal, ha úgy nézzük, kevesebben vagyunk, ott körülbelül olyan 8% a Kulla községnek a magyarok száma, tehát tömbben, hogy úgy mondjuk Kullán élünk, és itten persze, hogy készülünk mindenféle rendezvényre. Mostan azt is el kell mondani, hogy tavaly egy Petőfi szobrot állítottunk föl, ami az egyetlen köztéri szobor a Kullán, amire külön büszkék vagyunk. Ennek az első, úgy mondjam, hogy meg ünneplésére majd most fog kerülni 17-én. Általában úgy szoktuk, hogy a katolikus templomban egy hálaadó szentmise van, akkor ez közel van az a szobrot, meg koszorúzzuk azt a Petőfi szobrot, és a magában a 44-es, 45-ös, a 48-as ünnepségét általában a katolikus temetőben a 48-as emlékműnél is a református temetőbe tartsuk. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.